Szevasztok srácok, Norbi vagyok a Play It Store-ból, és ebben a videóban az RTX 3070-ről lesz szó. Amikor én csináltam az RTX kártyákról, a második generációs RTX kártyákról videót, akkor azt mondtam, hogy az én pénztárcámnak és az én igényeimnek a 3070 tökre megfelelő lenne. Hát most itt az ideje, hogy ennek utána járjunk, hogy mennyire jó az RTX 3070, és hát ki is csomagolom, tessék, nézzétek meg! Itt is van a kezembe, kérlek szépen, tehát hát a kártya óriási maga, és amikor ugye én csináltam a videókat, és csináltam gépösszerakós videót, és a múltkor mondtam, hogy ne spóroljátok meg az ATX méretű lap árát, ha fejleszteni akarjátok a gépeteket, akkor valaki odaírta, hogy miért nem jó a mikro ATX, azon is van minden, ugyanúgy lehet fejleszteni, mutatom, jó? Szeretném megmutatni, jó? Tehát szeretném megmutatni neked, hogy ez itt egy ilyen lap, és ez meg itt, tehát hogy ez meg itt a videókártya, érted? Mivel ma jelent meg a kártya, és ma jelent meg hozzá már a driver is, így nagyon gyorsan meg tudok nézni néhány dolgot rajta, viszont lesz komolyabb hardware teszt, és én azt szeretném, hogy ilyen nagyon életszerű tesztek legyenek. Nekem egy i7-7700K-m van, és ebbe fogom belerakni, és ezzel fogjuk megnézni az új játékokat. Ebbe a videóba nem feltétlenül lesz benne az összes teszt, hiszen most jönnek majd csak a nagy durranások, az új Call of Duty, a Watch Dogs Legion, és hasonló dolgok. Úgyhogy megnézzük, hogy mit tud. Red Dead Redemption 2 szeretném megnézni a 3440x1440p-n. Maximális beállítások mellett az online részben ott bóckodtam, és a 1080 Ti ott már megbicsaklott, nem volt az a feltétlenül 60 FPS, de mielőtt még ennek neki kezdenénk, hát be kell helyezzem ugye a videókártyát, kivesszük a régi kártyát, kivesszük. Na, kivettem a régi videó, hát de hisz ez meg egy 3080. Hú, de nagyon vicces vagy, ez meg itt egy GeForce RTX 3080 egyébként, amiről szintén van kicsomagolás, és fogjuk ezt is tesztelni, ezt egy másik konfigurációval is meg fogjuk majd nézni, de ez volt benne, ezzel szórakoztam most, nagyon jó kártya lett, de tegyük be a 3070-et, ami, hát mutatom, hogy ez, hogy azért így méretügyileg azért mind a két videókártya azért csúcsra van járatva, tehát most így hirtelen ez a TUF Gaming, Asus TUF Gaming 3080, ez pedig az Asus ROG Strix Gaming 3070, ami hát ilyen speckó fűtést kapott, hát majdnem 3 slotot foglal el,
tehát nagyon-nagyon brutálisan néz ki a kártya is, és nyilván a teljesítménye is ott van. 2080 Ti-jal ér föl, valamint gyorsabb is nála, vagy a közelébe, vagy megközelíti, illetve le is hagyja. Úgyhogy hát kiderítjük, hogy mit tud ilyen átlagos számítógépben. Ez fog következni. Na, rakjuk, helyezzük be. Kérlek szépen, helyezzük be a számítógépbe a videókártyát, kérem szépen. Nem baj, hogyha törik, ha szakad. A lényeg az, hogy pattanj. Na, hát csörög a Red Dead Redemption 2, 3440 x 1440p-ben. Beállítások a maximumon, és hát és jelen pillanatban 52 FPS van, 50, 49, 48. De hát teljesen jól fut egyébként a játék. Tehát föl van csutkára véve minden, és hát tök szép a játék, ezt meg kell mondjam neked. Itt most egy városban vagyok, itt a Red Dead Redemption 2 nem a legoptimalizáltabb játék, ami... Ó, várjál, lelökött a ló. Zorro lelökött. Ó, ez ott lerugott. Ne menj, ez így belemegy a vízbe. Ott egy vízisikló. Ó, te jó ég. Ó, ez a játék egyébként. Tehát kijövünk itt a városba, a mezőn, millió meg egy fűszál, meg minden. Tehát ez már a 1080 Ti-jal nem ment ilyen jól. Kíváncsi vagyok egy 4K-s tesztre, úgyhogy... Ó, parasztja, itt mit csinált? Ó, te jó ég. Hát a ló, az orró megvadult az orró. 56 FPS megvadulzóróval. Jó, hát nézzük akkor, hogyha azt mondom neki, hogy menjünk át egy másik monitorra. Ugye egy 1440p-s monitorra, ugye? Menjünk át oda. És akkor 2560x1440, nézzük azt a lehetőséget. Ez a monitor meg itt van. Nézzük akkor az FPS számot, hát 70 FPS, tehát itt azért... Jó van, Zorro, gyere, hát ha itt már több FPS-ed van. Ugye itt 75, hát itt stabil 76, de nem hiszem el, mi van ezzel a lóval? Keljél föl, meg kell tessem. Már stabil. Jó, gyerek, meg menjünk meg. Jó, hát figyelj, fix 60 FPS fölött van, így. Azt tuti. Na. Úgyhogy nekem ez volt az a játék, ahol azt éreztem most a napokban, hogy hoppá, 1080 Ti, hát egy bevérzett, érted? Tehát elvérzett a 1080 Ti, és tanástalan voltam, hogy mit tegyek. Most nézd meg, megmutatom itt az FPS-t, hogy egyszerűen nem tudtam, hogy mit tegyek. Hát mi legyen, érted? Most egy 30-70 segíteni fog. 81 FPS. Hát az segíteni fog. Rajtad mindenféleképpen, meg rajtam is. Úgyhogy, ha tetszett a videó, durancs egy lájkot, tudom, nagyon kevés volt, nagyon kevés az időm erre most, tehát a mai napon, ki kell menni a videónak. Viszont ugye jönnek az új játékok, Watch Dogs, az új Watch Dogs, Dirt 5, az új Need for Speed, amely remaster, és akkor jön mindenféle, és írd meg komment formájában, mit szeretnél látni, mit próbáljak ki, és akkor miből legyen egy ilyen benchmark, mindenféleképpen lesz komolyabb teszt is, de ez most egy ilyen nagyon rögtönzött kis videó volt, remélem tetszett, ha igen, akkor durrancs egy lájkot, ha nem, akkor nyugodtan diszlájkolj, legközelebb, tali, szevasztok!